az anya nő, az apa férfi, minden ettől eltérő megközelítés életidegen és természetellenes. A Wollner párt fontosnak tartja azt, hogy az Európai Unió nem lehet szélsőséges homoszexuális lobbycsoportok kiszolgálója, nem lehet olyan törekvéseknek a kiszolgálója, amely mások egyébként sikertelen, kudarcos politikai berendezkedését próbálja Magyarországra ráerőltetni. Fontosnak tartjuk, hogy alaptörvényi védelem legyen a családok jogállását érintően ezen a téren. Fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió ne erőltetesse ránk a saját bizarr játékszabályait, és ne hozhasson létre olyan pervers politikai berendezkedést, amely ezeket az egyébként teljesen természetes viszonyokat felborogatja. Nagyon őszintén megmondom önöknek, engem nem érdekel az, hogy hosszú tömött sorokban sírni fognak ezután homoszexuális férfiak, a választásuk egyértelmű lett, ennek is van következménye, nem nevelhetnek gyereket, és én ezt természetesnek és jónak tartom a magam részéről. Másik nagyon fontos kérdés, amivel az alaptörvény módosítás kapcsán foglalkozni szeretnénk, a saját javaslatunk. Én 2016-ban még Gyöngyösi Mártont vettem rá a Jobbikban arra, hogy adjon be olyan javaslatot, amely megtiltja a külföldi támogatását a közélettel foglalkozó politikai szervezeteknek. Magyarul a soros szervezetek és az ehhez hasonló egyéb érdekeket Magyarországétól eltérő idegen, adott esetben ellenséges érdekeket képviselő civil szervezeteket ne lehessen támogatni. Nem elég, mint ahogy az elmúlt években bizonyították, megjelölni őket ügynökszervezetként. Fontosnak tartjuk azt, hogy legyen betiltva az ilyen jellegű támogatás, és szeretnénk rávenni a kormányoldalt arra, hogy ezt az alaptörvényben rögzítse. Semmilyen külföldi eredetű támogatás ne lehessen nyújtani olyan szervezeteknek, amely a közéletet befolyásoló politikai tevékenységet végeznek. Úgyse, hogy a Soros Alapítvány majd kiosztja ezeknek az embereknek. Ez is egy bizarr és életidegen helyzet, amikor egy állam politikai berendezkedését egy idegen állam polgárai próbálják olyan módon befolyásolni, mint ahogy itt láthattuk. Magyarország szuverenitását meggyőződésünk szerint ezen a területen is meg kell védeni. Nagyon fontosnak tartjuk azt is elmondani, hogy bár sok jelentőségét nem látjuk ténylegesen a választási törvényre nézve, sok jelentőségét nem látjuk annak, amit a választási listákkal kapcsolatos változásban elfogadott a Fidesz, ezt vissza kell, hogy utasítsuk, hiszen a koronavírus járvány idején ilyen jellegű változtatásokra ne kerülhessen sor. Érdemi jelentősége nincs, mi például kezdőpártként sem félünk attól, hogy ne tudnánk 106 választókerületben jelölteket állítani, ha valaki mögött valós társadalmi támogatottság van és kellő értelmiségi háttér, annak egyébként ezek a lépések nem okozhatnak nehézséget, tehát belőlünk nem a saját helyzetünk féltése beszél, hanem az, hogy egyszerűen ezzel a helyzettel meggyőződésünk szerint nem illdomos és nem is lehet ilyen módon visszaélni. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy azért fontos az alaptörvényben történő rögzítése ezeknek a családi jogállást érintő elveknek, mert ha később, egyszer, bármikor, ne adja Isten, hogy egy országos balliberális összefogás keretén belül hatalomátvétel történik, és balliberális kormánya lesz az országnak, ők bármire képesek lennének, ami egyébként ezeket a természetes emberi viszonyokat felborogatja. Fontos az, hogy Magyarország azért tudta a nemzeti szuverenitását megőrizni, és azért nem szenvedünk például a franciákhoz vagy a németekhez hasonló társadalmi problémáktól, mert itt nem bevándorló gyökerű a társadalom 40%-a. Itt azok a kisebbségek, akik velünk együtt élnek, ugyanúgy a keresztény kultúrkör tagjai, és ezeket az elveket a magukénak vallják. Ilyen jellegű integrációs problémák, mint amit ott láthatunk a párhuzamos társadalmak létrehozásával, nincsenek Magyarországon, és ezt szeretnénk a józan észre hallgatva meg is őrizni.